de úgy általánosan, hogy miféle programjai voltak már eddig az egyesületek, mi a célja? És tavaly nyáron alakítottuk olyan céllal, hogy és a fő profilunk az a pálinka és manglicamajális, meg az Oktoberfest Fesztivál, ami jobban ilyen népszerűbb, meg nagyobb tömeget vonz, és azon kívül ilyen kisebb rendezvények, meg bemutatókat próbálunk szervezni. De most van ez új évi disznóvágás, február 14 és 16-a között lesz az Alaplázán egy ilyen farsangi karnevál, ahol a Valentin napot, a farsangot, meg a forradból próbáljuk bemutatni az embereknek. Május végén a gyereknapot szervezünk, a városi gyereknapot az IMK-val közösen. Próbálnak egy ilyen halas rendezvényt összehozni, mégis így lesz egy ilyen vadasat. Igen. És ez a disznóülés, hát is a disznóranténval mit partnerek? Hát így van. Tehát mindenhol partnerekkel. Tehát ugye az egyesületnek vannak tagjai, van 16 alapító tagja. A közéleti személyek közül ugye van a Balai Zoltán, a Búza Sanyi, Zala-megye gasztronómiája, a Kugler László van még benn, Varga Csaba, az Aranybáránynak az igazgatója. Benne a Nagy Ferenc például a színháznak a szervezési osztályvezetője, meg egerszegi vendéglátós vállalkozók. Igen. Ez a diszpozíció, tehát először van akkor a diszpozíció. Igen. Akkor gondolom, hogy homályok meg talán majd. Ők is ezen kisebb rendezvényekkel az a cél, hogy akik benn vannak az egyesületben tagok, vendéglátósok, vállalkozók, hogy az ő helyükön próbáljuk népszerűsíteni az ilyen egyéb gasztromi dolgokat. Ja, tehát egyrészt az éttermet. Egyrészt az éttermet, másrészt pedig a különböző.